Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép, szép napon, képzeld el, nemrég értem haza a munkából, ugye szokás szerint mutatom az időjárás, és időjárás lent is ugye nem lehet kihagyni, szépen süt a nap, látod? Elég szép idő volt, egész hétre szép időt mondanak, képzeld el, nem mondanak esőt szerencsére, itt van velem a Davis, éppen hogy csak elkészültünk, és nem másra fogunk elmenni most, mint felveszik a lüköszű, és ott van ugye a szüleimnél. Aztán a mai videóban nem más szeretnék tőletek kérdezni, vagy kérni, vagy mondani, nem is tudom, hogy mondjam, mondani. Ugyanis az elmúlt egy pár hétben elég sok kérdést kaptam, ugye, hogy mikor lesz még egyszer kérdezz felelek videó, ugyanis biztos, hogy van sok embernek kérdése, és gondoltam, hogy ide, ennek a videó alá, hogyha van kérdése valakinek, nyugodtan írjátok meg, és a következő videóban, hogy az utáni levőben fogok rájuk válaszolni. Tehát mindegy, hogy milyen kérdésed van, próbálok minden kérdésre majd válaszolni. Lehet, hogy mindegyik nem tudok, ugye attól függ, hogy hány kérdés lesz, de megpróbálok. Tehát, hogyha elhangzott már a kérdés, vagy nem hangzott el, de nem tudsz róla, itt nyugodtan megkérdezheted, és fogok videóformában ugye rájuk válaszolni, tehát nem kommentben, te kommentben megkérdezheted, én meg videóformában majd válaszolok rá, valószínűleg a következő videóban. Úgyhogy én most húzom a szemüvegemet. Aztán lassan elindulunk, amint elvégzett ugye a feleségem is. Amit képzeld el, talán mutattam nektek tegnap, vagy mikor voltunk a boltban, mutattam nektek azt a rövid nadrágot, azt a farmeres rövid nadrágot, hogy megmutattam a feleségemnek ugye, mert régóta keresek ilyen rövid nadrágot, végre találtam egyet, ami nekem úgy tetszett, és elfelejtettem megmutatni a feleségemnek, képzeld el. Úgyhogy ma nem van más van rajta, mint ez a kék rövid nadrágom, látod? Ez nem farmer, én a farmer rövid nadrágot jobban szeretem, de mit csinálsz? Nézd, megint tapogat. Nem tapogatom, Nyuszi! Ezt a nadrágot is úgy szeretem, de nem a kedvencem, ugyanis nekem rövid, látod? Tudom, hogy ez rövid nadrág, de eddig ér így idáig, és nem tudom, a többi nekem így idáig ér, és na minden, ebből kilátszik a térdem. De, na minden. Amúgy nálunk most tudod mi a divat? Ma, ha maradjunk a gyorsan a rövid nadrágoknál. Megmutatom neked mi a divat, ugyanis a Davisen is ilyen rövid nadrág van. Nyuszi, gyere ide! Látod a rövid nadrágot? Így fel van tűrve az alja. Ezt nem tudod lehúzni. Tehát nem úgy, mint ugye az enyémnek, hanem de fel van varva és fel van tűrve. Ilyen az összes nadrágja most a Davisnek, a Lucasnek is. Nálatok is most ez a divat, hogy így fel kell tűrni a rövid nadrágnak az alját? Nem tudom. Nekem annyira nem tetszik ez a... Na minden, nem tudom. Az a szerencse, hogy annak rövid nadrágnak még nincs feltűrve az alja, úgyhogy addig még van, addig azt hiszem, hogy veszek vele egyet, vagy lehet, hogy kettőt, ugyanis amint feltűrik őket, utána nem tudom, hogy mi lesz velem, ugyanis én olyat nem nagyon nem szeretnék venni. Úgyhogy, indulunk, ugyanis elkészült a feleségem. Davis, jössz vagy maradsz? Nyuszi! Nyuszi! Mi megy a tévébe? Valami mese? Mi más is menne? Sétálunk az autóhoz, ugyanis megint ott sikerült kint megállnom, ugye nem itt bent a parkolóba, hanem ott kint. Közben nézzük itt a Davis-szel a faleveleket. Itt szeret rohangálni, meg összeszedni az összes falevelet. Ugye, mi van? Megijedtél az autótól? Csak egy autó volt. Ja, gyere, sétáljunk. Felvegye. Na gyere, felveszlek. Te! Nálunk, ami még mindig nagyon meleg van, több mint 30 fok, aztán hallottam, többen írtátok, hogy nálatok még mindig ilyen mínusz 15, mínusz 20 fok is volt valahol, képzeljétek el, rettentő hideg van nálatok. Mínusz 20 fokban mondjuk biztos, hogy nem esik ahó. De nem sokára már biztos, hogy nálatok is jön ugye a tavasz, itt lesz lassan január vége, komolyan mondom, elég gyorsan elment ez a karácsony, meg ez az új év, bár még a tavasz az mondjuk még odébb van. Ja, megnyomjuk azt a gombot, kiengedjük magunkat ott, aztán nyissuk a kaput. És megjöttünk az autóhoz. Nyissuk. You can't drive. Nyuszi, nem te vezetsz. Oda a hátsó ülésre. Itt én vezetek, jó? Megint beült előre. Mindig bemászik előre. Nyuszi, ne sírjál! Mindig vezetni akar. Onnan itt beszállít, ugye itt az ajtón. Egyből ide mász, mi rátérek a túloldalra, hogy már itt tud aztán akar kormányozni. Várjál, zárom az ajtót, csak már nem érem el. Ilyen automatajtót kellene olyan mondom rátenni, menjünk szépen, amit aztán magára puff, becsukódik. Olyan is lenne, hogyha Teslánk lenne, de ez nem Tesla, majd egyszer, na induljunk. Na mi a helyzet, Lucas? Ilyen voltam a mamánál meg a papánál. Vegyünk, húzzuk a kamerát, vegyünk vissza az autóhoz, vegyünk hazafelé. Nézd, mi van ott. Lucas, látod, mi van ott? Ott a távolban. Egy sütő, látod? Ott az autó mellett, valaki kirakta. Biztos szemét, vagy valaki elviheti. Na, itt az autónk. Hova futunk, Nyuszi? Nem a parkba megyünk, oda az autóhoz.
Mindjárt hazamegyünk, befutunk a boltba, kézzel befutunk a boltba, ugyanis valamit kell venni. Nem is tudom, hogy mit csinál, milyen kérdezem a feleségem, és azt mondta, hogy hazafelé be kell futni. Úgyhogy itt most valóban mindjárt megállunk, ugyanis vasárnap, én azt hiszem, hogy ez 6 óráig nyitva van. Ugye vasárnap valami oknál fogva nálunk minden előbb zár be, bár biztos, hogy nálatok is. Ha nyitva van, nyitva vannak most már a boltok nálatok. És azt hiszem, ugye volt egy időszak, hogy Magyarországon nem voltak nyitva a boltok vasárnap, de én azt hiszem, hogy most újra kinyitottak. Na minden, mindjárt 6 órakor bezárnak. És hova fogunk állni? Félem. Oda az autó mellé, nézd, ez tudod milyen autó, Lukasz? Milyen? Ilyen lakó, nem is autó, busz, vagy hogy mondják? Félem. Ilyen mikrobusz, pici autó, de azért elfogadnám. Fel lehet bent állni. Nem, menjünk nyorsan, hát ha nyitva van. Remélem, hogy nyitva van ez a pont. Nem is tudom, sok minden zárva lesz. Már azt mondta a feleségem, hogy én nem is menjek, csak ő. Na várjál. Na gyere, opá, nézd ki fog vezetni. De és mit maradtunk az autóba, a feleségem ment be. Mit maradtunk vezetni? Mondtam a Davisnek, hogy akkor vezethet egyet. A Lukasz meg mit csinálsz? Mit hallgatsz? That's my geometry desk. Ja, ez a Lukasznek az egyik kedvenc játéka. Steamer kocka. Ugrálni kell azzal a... Mi az? Kocka? Ja. És mindjárt leesel. Le. Olyan, mint a Super Mario, csak mégsem. Így futja egyfajta. Van egy másik játék a neved indokogém. Ez a level 3, én már Józi, mit csinálsz? Te, várjál, benyitotta az autót. Hoppá! Hazaérkeztünk. Megálltunk, begyalogoltunk. Itt van mindenki. Kivéve a felségem, ahol kint van a konyhában. Hoppá! Ott van a Davis. Nyuszi, mit csinálsz? Vigyázzál, hogy megrúgjad, mert ott a lábom. Én nem megrúgom! Aztán nem máshol menjünk a héten, mint a héten megyünk megint moziba? Ja! Mit nézzünk? Valami gyerekfilmet nézzünk, várjál. Milyen filmet? Middle school. High school is a white. Middle school. Nem tudom, mi a magyar nevét nem tudjuk. Nem. Fogalmunk nincsen. De majd megmondjuk, hogy milyen volt. Nem mutatom, lehet majd a poster. Hát, ha úgy jobban megismeritek. Mikor nézzük? Ja, látod? Mikor nézzük? Tehát talán kedden. 12. Hát akkor kedden nem nézzük meg most még mi van. Te, nem a Davis esett le az ágyról. Nyuszi, meg van? Leesőjtek. Ah, hova mész? Ja, én is leesek. Tehát 12, ma mi van? 8-a van. Úgyhogy a 12, a csütörtökön jön ki. Csütörtökön, minden csütörtökön jön ki nálunk új film. Hát akkor nem jövő héten, hanem utána való héten. Jó van. Vagy a hétvégén, attól függ, mit csinálunk a hétvégén. Aztán, képzeld el, van egy másik kérdés hozzátok, ezen most gondolkodtam amúgy korábban, hogy ilyen múltkor mondtam nektek, hogy ezentúl lesz a valami jött szombatonként, aztán vasárnaponként egy vlogos videó lesz valószínű, ami egy hosszabb vlogos videó, és ugye filmezek ugyanúgy hétköznap is, tehát hétfőn, kedden vagy szerdán, vigyázzál vele, de ugye egy ilyen összefoglalót csinálok vasárnaponként, és akkor osztom meg. De, amit gondoltam, ugye, mivel majdnem minden nap, vagy minden nap filmeznék ugye egy ilyen 5 perces videót, mi lenne, hogyha megosztanám ezeket a videókat minden másnap, vagy minden nap? Vagy pedig osszam meg hetente egyszer egy ilyen hosszabb videóban. Tehát a kérdésem, csak kijöttem, mert bent olyan nagy hangzavar volt. Mi gondoltok róla, hogy hogyan legyen? Heti egy vlogos videó, egy hosszabb vlogos videó, egy ilyen 20-25 perces, ugye? Vagy pedig minden másnap, vagy minden nap, ugye attól függ, hogy mi, hogy történik, egy ilyen 5-7 perces vlogos videó legyen. Tehát nem tudom, hogy mi lenne jobb. Minden nap, vagy minden másnap egy rövidebb, vagy heti egy, de hosszabb. Mondtam múltkor ugye, hogy nem akarok olyan túl hosszú, vagy nem akarok olyan túl sűrű videókat készíteni, ugyanis unalmasak, szerintem unalmasak, ugye hosszúak is, ilyen 20 percesek általában ezek a videók, ezek a vlogos videók, és én úgy érzem, hogy kezdenek unalmasak lenni. Azért gondoltam, hogy filmezek itt-ott ugye egész héten, és vasárnap megosztom egy ilyen hosszabb videót, ami ugye érdekesebb, de hogyha megosztanám ezeket az 5 perces videókat, ugye, ahogy mondtam, minden nap vagy minden másnap, lesz, hogy így érdekesebbek lennének a vlogok. Na minden, ugye gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, de majd megkérdezem tőletek valószínűleg a Facebookon is, ugyanis lehet, hogy ide a videó alá csak kérdéseket fogtok nekem írni, majd meglátjuk. Na mi történik itt az ágyon? Mit csináltak? Ugráltak? Én csináltam? Mit csináltál? Nyuszi? Várjál. Davis-szel még ugye vigyázni kell, mert akármit csinálsz, a Davis-ot próbál ugye utánozni, főleg a Lukaszt. Ugye? Aztán mutat neked valami butaságot, és ja, például ilyeneket, hogy ugrálunk az ágyon.
A Davis meg próbálja utánozni. A Davis azt nem tudja csinálni, persze, hogy nem tudja. Úgyhogy, ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, ugyanis mi az, hogy nem? Miért van, mi érdekes, hogy fogunk még csinálni? Hülyeskedni, meg ugrálni maximum, ami lehet, hogy neked érdekes, mert ott ugrálsz a zájon. Ja, sikogatunk közben. Úgyhogy, mi ott ugrálunk benne tovább, ezt a mai videót itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Attól függ, hogy amikor néztük a videót, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!